A magyar fővárosban a Budapesti Cirkuszfesztiválon nyílik meg a jövőre 250 éves modernkori cirkuszművészet jubileumi évadának nemzetközi ünnepség sorozata. Az ICA elnökségi ülésén svéd, finn, olasz, holland, német és magyar cirkuszigazgatók, cirkuszművészeti szakemberek vettek részt csütörtökön Budapesten. A szakmai tanácskozáson a szövetség aktuális kérdései, gazdasági és szakmai részfeladatok, azok teljesítése, az állatvédelem, valamint pedagógiai és oktatási ügyek elemzése volt napi rend. A résztvevőket Pacsai Tomasi csorsolja az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és Európai Uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára köszöntötte. Megnyitó beszédében a helyettes államtitkárasszony kifejtette, az előadó művészete különleges ága, amely az emberi kitartásra, szorgalomra és bizalomra épül, és amelynek magyarországi képviselői évszázados hanyománnyal bírnak, fontos a magyaroknak. Európa közepén stratégiailag fontos helyet töltünk be, hiszen a szomszédos országoknak nincs cirkuszművészeti központja, cirkuszi kőépülete, fűzte hozzá. Rippel Ferenc és Viktor világhírű artista művészek köszöntötték a külföldi résztvevőket, és mint a kultúra és a sport nagykövetei, reményüket fejezték ki, hogy jó döntések születnek az ülésen. Eötvös Tibor, a Magyar Artista Művészek és Cirkuszi Dolgozók Szakszervezete elnöke köszöntő beszédében a tradíciókra és fejlődésre hívta fel a figyelmet. Fekete Péter miniszteri biztos kérésére, a közelmúltban elhunyt Christel Krombach Krón tiszteletére egy perces néma felállással emlékeztek. Fekete Péter, akit az Európai Szövetség elnökségébe Monte Carlóban választottak be, hazánk vezető szerepét és a közép-európai régió kiszolgálásának fontosságát hangsúlyozta. Az első modernkori cirkusz a londoni Westminster híd mellett nyitotta meg kapuit Philip Astley vezetésével 250 évvel ezelőtt január 9-én. Ennek évfordulójáról Európa szerte megemlékeznek, de az ünnepség sorozat nyitó eseménye a 2018-as Budapesti Cirkuszfesztiválon zajlik majd, az Európai Cirkuszművészeti Szövetség döntése értelmében. A döntés nagy horderejű, hiszen az eddig is kiemelt figyelemmel kezelt 20 éves Budapesti Cirkuszfesztivál az ICA döntésével még nagyobb jelentőséget kap.